Advent időszakban vagyunk. Keresztelő Szent János elküldte tanítványait Jézushoz, hogy megkérdezze: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Erre Jézus válaszolt: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek meghirdetik az evangéliumot. Ma nagyon sokan vannak, akik nem ismerik Krisztust. Vannak, akik nem akarnak ismeri Jézus Krisztust. De még szomorúbb az, hogy a keresztények közül sokan vannak, akik még nem ismeri Krisztust, nem is akar ismeri Jézus Krisztust, vagy aki már elhagyja Jézus Krisztust és az ő egyházát. Keresztelő Szent János valóban nagyon akar megismerni Jézus Krisztust. Annak ellenére, hogy találkozott már Jézussal, ő keresztelte meg Jézus a Jordán folyóban, és külön küldetést kapta, hogy készítse utat Jézus Krisztusnak. A bizonytalanság viszont még ott van a szívében és gondolatában. Ezért elküldi tanítványait Jézushoz. Keresztelő Szent János akar tudni, akar ismerni, és akar szeretni, valóban Jézus Krisztust szeretni. Jézus adott neki választ. De milyen válasz? Vakok látnak, sántak járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, szegényeknek meghirdetik az evangéliumot. Ez a válasz. Jézus tanításai, tettei beszélnek ő róla. Ha rendszeresen olvassunk evangéliumot, elmélkedjünk Jézus Krisztus tanításairól és tetteiről, hiszek abban, hogy jobban és jobban fogjuk megismerni Jézus Krisztust. Hiszen az ő tettei beszél önmagáról. Jézusban, kedves testvérek, Advent Domini, az Úr eljövetele. Ebben az időszakban fontos nekünk, hogy higgyünk abban, hogy Jézus, a Messiás jelen van mindennapi életünkben, és soha nem hagy el minket egyedül. Szüntelenül tevékenykedik a mindennapi életünkben. Hogy megismerjük őt, nekünk figyelnünk kell mindennapi életünk eseményeire, hiszen abban a mindennapi életünk eseményeiben ő ott van. Ő ott tevékenykedik, ő ott cselekszik. Jézus Krisztus az egyetlen válasz minden lelki problémáinkra. Ő, akit várunk valóban, az út, az igazság és az élet. Ő az öröm, az erő és a vigasztalás vakoknak, sántáknak, léprásoknak, süketeknek, halottaknak, vagy a gyászolóknak, szegényeknek, betegeknek és a szenvedőknek. Röviden, Jézus
az egyetlen válasz minden napi problémáinkra, minden lelki problémáinkra. Ismerjük meg őt jobban ebben az időszakban. Megyünk ő hozzá, és maradjunk ő vele. Nyissunk szívünket, lelkünket. Fogadjuk őt, ahogy Szűz Mária és József befogadta őt a szívükben. Ez a mi adventünk. Amen. Thank you.